Fiatal koromban különösen az állatok viselkedése érdekelt, és az etológia az, ami az állatok viselkedés kutatásának a tudománya. És az állatok közé természetesen beleértjük az embert is. Én magam is az egyetemen tanítok humán etológiát, úgyhogy az ember viselkedését is meg tudjuk figyelni ugyanazokkal az eszközökkel, mint az állatokét. Azaz! Ügyes! Te is kapsz! Azaz! Na jó, nincs több. Nincs több. Kubinyi Enikő vagyok, biológus, az ELTE etológia tanszékén dolgozom. Kutyák öregedését kutattam, és most arról fogok beszélni, hogy milyen hasonlóságok vannak az ember és a kutya öregedése között. Az öregedéssel azért fontos foglalkozni, mert hogy ez egy globális probléma, ami egy elképesztően nagy terhet jelent a társadalom számára. Tehát jelenleg, amikor ugye 8 milliárdan vagyunk körülbelül a Földön, 9% azoknak az aránya, akik 65 év felettiek, de ez 2050-re 21%-ra fog nőni. Az emberi öregedésnél egy komoly probléma az, hogy 60 év fölött egyre inkább növekszik azoknak az aránya, akik nem tudják ellátni magukat, demensek, és a kutya jó modell lehet ennek a kutatásához, mert a kutyákban is előfordul ez a spontán kognitív hanyatlás. Ennek az egyik első tünete, amit sokszor részesen vesznek, az a memóriának a romlása. A kutya sokszor eltéved ismerős helyeken is. Amit már inkább észre szoktak venni, az, hogy a kutya elkezd körözni, vagy olyan helyekre bámul, ahol nincsen semmiféle inger, legfeljebb az ő képzeletében. Az is jellegzetes, hogy nem találja el, hogy az ajtónak melyik oldalán kellene kimennie, vagy beszorul bútorok alá, és nem tudja, hogy hogyan jöjjön ki. Felborul az alvás ébrenlét ciklus. Ezen kívül még a szobatisztasági problémák azok, amik szintén jelentkezhetnek. És mindezek a tünetek jellegükben nagyon hasonlítanak az emberekéhez. 9 év fölött akár a kutyáknak az 1/5 mutat olyan tüneteket, amelyek a kognitív hanyatláshoz köthetők. Tehát a kutya egy jó modellállat, velünk él, nagyon hasonló környezeti tényezők hatnak rájuk, amik tudjuk, hogy befolyásolják a demenciát, genetikailag is egy jó modellállat. És a másik nagyon fontos szempont az, hogy az emberek nagyon szeretik a kutyákat, különösen a mi kultúrkörünkben. A háztartások harmadában van kutya, családtagnak tekintik az emberek a kutyáikat, és ugye mindent megtesznek azért, hogy minél tovább éljenek, és ez így is történik. Tehát például az utóbbi 3 évtizedben 4 évvel hosszabbodott meg a kutyák várható élettartama. A kutyák öregedésének a kutatását 3 módon közelítettük meg. Az egyik az a viselkedéskutatás, amiben a legnagyobb tapasztalatunk van az etológia tanszéken, de ezen kívül együtt dolgoztunk idegtudósokkal, agykutatókkal és genetikusokkal is. Leteszünk a kutya elé félkörben 5 darab virágcserepet egyenletes távolságra egymástól, és a kutya megnézheti, ahogy az egyik virágcserébe a kísérletvezető beletesz egy finom falatot. Utána viszont el kell hagyni a szobát, tehát a gazda és a kutya is kimegy a helyiségből, és kint el kell tölteni egy 30 percet, az alatt simogatják, beszélnek hozzá, hát ha elfelejti, hogy hol van ez a falat. Utána, amikor letelt az idő, akkor visszajönnek a helyiségbe, és megnézzük, hogy sikerül eltalálnia elsőre. A fiatalok közül csak körülbelül 15% volt ez, aki elrontotta a feladatot, tehát elfelejtette, hogy hol is lett elrejtve a falat, az időseknek viszont több mint a fele nem talált oda elsőre. Miután befejezték az etológia tanszéken a mérést, lementünk a parkba sétálni, és hogyha olyan szerencsénk volt, hogy a kutya ott végezte el a dolgát, akkor tudtunk gyűjteni friss mintát. Ez azért érdekes, mert benne vannak ezekben a székletmintákban azok a baktériumok is, amik belakják a kutyának a beleit, és ezek különböző anyagokat termelnek, amik befolyásolják az agynak a működését. És azt találtuk, hogy azok a
kutyák, amelyek rosszabbul teljesítettek a memóriatesztben, azokban az aktinobaktériának az aránya magasabb volt, és ez azért izgalmas, mert az Alzheimer-es betegeknél is van egy kutatás, amelyiknél szintén találtak egy hasonló összefüggést. Egy másik izgalmas viselkedésteszt az arról szólt, hogy van-e a kutyákban úgynevezett pozitivitás hatás. Az embereknél írták le először, és arról szól, hogy az idősebb emberek kevésbé érzékenyek a negatív ingerekre. Tehát, hogyha pozitív inger éri őket, pozitív érzelmi töltető, arra reagálnak jól, a negatívakat viszont gyakran észre sem veszik. És több elmélet született, hogy ez miért lehet így. Az egyik az az volt, hogy talán alkalmaznak egy kognitív kontrollt, tehát már mivel az életük vége felé járnak, sokat gondolnak arra, hogy nem fognak most más hosszú ideig élni, és ezért megpróbálnak a pozitív dolgokra figyelni az életben. Állatoknál ezt még senki nem vizsgálta korábban, pedig az állatok segíthetnek eldönteni azt, hogy ez egy agyi öregedési folyamatnak a következménye, a pozitivitás hatás, vagy pedig a kognitív kontrollnak. Tehát ugye egy kutyáról azért mi sem gondoljuk azt, hogy szokott azon elmélkedni, hogy az életének nem sokára vége lesz. Hangokat játszottunk vissza kutyáknak, idős és fiatal kutyáknak, különböző érzelmi töltetű hangokat. Volt egy semleges köhögés, volt egy pozitív töltetű nevetés, és volt egy negatív töltetű sírás. Azt találtuk, hogy a semleges és a pozitív töltető, érzelmi töltető hangokra gyakorlatilag egyformán reagáltak a fiatalok és az idősek. A negatív töltetőekre viszont az idősek gyakorlatilag nem reagáltak. És ez megerősítette azt, amit az embereknél is találtak, és megerősítette a kutyagazdáknak is a tapasztalatát, mert sokan számolnak be arról, hogy az idős kutyájuk időnként szelektíven megsüketül, hogyha valami feladatot kéne végrehajtani, azt nem hallja, viszont ha megcsörren a tápos zacskó, ami egy pozitív inger, akkor ugye azonnal felfigyel. Úgyhogy ez a kísérlet, amit először végeztek el állatokon, ez inkább azt hangsúlyozza, hogy az aggyal történnek a változások, az agy érzelem feldolgozása változik meg, és nem a kognitív kontroll az, ami szerepet játszik a pozitivitás hatás kialakulásában. A személyiség az egy viszonylag stabil jellemzője az embereknek és az állatoknak egyaránt, tehát időben és körülmények között is látunk egy állandóságot abban, hogy egy személy hogyan viselkedik. De azért korral mégiscsak vannak változások, nem tudtuk pontosan eddig, hogy a kutyánál ez hogyan zajlik, úgyhogy ez is egy fontos kutatási kérdésünk volt. Azt találtuk, hogy korral az aktivitás csökken a kutyákban. A képezhetőség szintén egy fontos személyiségvonása a kutyáknak. Ez nagyon sokáig stabil az élet során, és az utolsó életszakaszban 12 év körül láttunk egy hanyatlást. Az agresszió is fontos, és ez ugye főleg csak kérdőívekkel vizsgálható, a laboratóriumban nem igazán. Az agresszióval kapcsolatban azt láttuk, hogy középkorú állatoknál körülbelül 6 év körül van egy csúcs, és ahogy idősödik a kutya, megint egy csökkenésre számíthatunk. És ami talán jó hír annak, akinek barátságos kutyája van, hogy a szociabilitás az nem változik, és a frusztráció, tolerancia szint sem. Tehát, hogyha egy kutya hisztisen reagál bizonyos helyzetekben, tehát könnyen frusztrálódik, azzal nehéz kezdeni bármit, az elég stabil marad az élettartam során, de ha meg egy nyugodt, kiegyensúlyozott kutyánk van, aki jól veszi az akadályokat, ez valószínűleg nem fog változni időskorában sem. Az idegtudományi vizsgálatok során EEG és fMRI vizsgálatokat végeztünk, ezek lehetővé teszik, hogy valósággal bele kukkantsunk a kutyáknak az agyába. A fejükre lemosható ragasztóval elektródákat helyezünk. Ezek az elektródák mérik az agyi aktivitását, és az aktivitási jelek közül egy
alvási orsó nevű rövid, alig fél másodperces kis darabkát vizsgáltunk. Ez azért érdekes, mert kapcsolatban van a tanulási képességekkel. Ez a mintázat nagyon hasonló ahhoz, mint amit az emberi öregedésnél látunk. Az fMRI vizsgálat még, ha lehet, ennél is izgalmasabb, ahhoz tréningezni kell a kutyákat. Körülbelül fél év, mire megtanulják, hogy mozdulatlanul, de teljesen mozdulatlanul feküdjenek az fMRI készülékben. És egyrészt azt néztük, hogy hangokra hogyan reagál az agy, és azt találtuk, hogy az idős kutya agy az kevésbé különbözteti meg a szavakat, mint a fiatal kutyáké. Ami még nagyon érdekes volt, hogy ezekhez a felvételekhez anatómiai képre is szükség van. És ez többször is a kutya élete során elkészül. Ezért tudtuk azt vizsgálni, hogy a kutyáknál is, természetesen ez korábban is ismert volt, az öregedés során zsugorodik az agy, megnő az agykamrák mérete. Ami érdekes az, hogy akár 40%-os agykamra növekedés sem jelentett problémát ezeknél a kutyáknál, úgyhogy ez jól mutatja, hogy az agy mennyire plasztikus, milyen jól tud alkalmazkodni. Olyan szerencsések vagyunk, hogy találkoztunk két rendkívül hosszú időt megélt kutyával. Buksi 27 évesen hunyt el, Kedves pedig 22 évesen. Ennél a két extrém hosszú életet megélt kutyánál megvizsgáltuk, hogy az ő DNS-ük, örökítő anyaguk miben tér el 850 átlagos kutyától. Sok különbséget találtunk, ezek általában az immunrendszert, az idegrendszert, illetve a gének aktivitását szabályozó gének voltak. De nagyon szeretnénk még bővíteni a mintát, úgyhogy keresünk olyan kutyákat, akik több mint 20 évig éltek, és akkor még pontosabban meg tudjuk határozni, hogy mik azok a gének, amik az extrém hosszú életnek a hátterében állnak. Emellett egy elég különleges dolgot is építettünk, világszerte egyedülálló kutya, agy és szövetbankot. Ha valamelyik gazda úgy dönt, hogy muszáj elaltatni a kutyáját, és sokat jelent neki, hogy a tudományt támogathatja a felajánlásával, szól nekünk, és miután az állatorvos elaltatta a kutyáját, utána hozzánk kerül. Így egy nagyon értékes szövetbankunk lett, olyannyira értékes, hogy például az USA-ból, az Egyesült Államokból is megkerestek bennünket, és küldtünk nekik agymintákat. Ők pedig megvizsgálták, hogy egy olyan peptid, amely az Alzheimer korban nagyon fontos szerepet játszik, az milyen mennyiségben van ezekben az agyszövetekben. És mi mellé tudtunk tenni egy olyan adatsort is, hogy a gazdákat megkérdeztük arról, hogy hogyan viselkedett a kutya az utolsó hetekben, és ez alapján jellemezni tudtuk egy pontszámmal a kognitív hanyatlásának a mértékét. Kiderült az, hogy minél magasabb volt egy kutyának ez a pontszáma, minél előre haladottabb volt a kognitív hanyatlása, annál magasabb volt a beta-amiloid peptid szint az agyában. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy az Alzheimer kórosoknál látjuk. Ez egy nagyon fontos eredménynek gondolom, és ez azt mutatja, hogy az agyban lezajló folyamatok szintjén is nagyon hasonlóak a kutyák és az emberek közötti változások. Azok a kutyák, akikkel a gazdák rendszeresen foglalkoztak, például kutyaiskolai kiképzésekre jártak, agilitisztek, futottak, mindenféle gyakorlatokat végeztek, ezeknél a kutyáknál időben sokkal később jelent meg a kognitív hanyatlás, hogyha egyáltalán megjelent. Tehát nagyon komoly védő faktort jelent a fizikai és mentális foglalkoztatás. Ugye a fizikai mozgás kapcsán, vagy az aktivitás kapcsán nem szabad azt elfelejtenünk, hogy ez segíti a keringésnek a karbantartását, és ezáltal az agy működésének a karbantartását is. A kutyák száma Európában az körülbelül 88 millió, és a 15 év alatti gyerekeké pedig 68 millió. Másképpen viszonyulunk mostanában, az utóbbi években, a évtizedekben a kutyákhoz, mint korábban. Megváltozott a kutyáknak a funkciója. Megkérdeztük azt a gazdáktól, hogy mennyire értenek egyet azzal az állítással, hogy a kutya a számukra legfontosabb, minden élőlénynél, minden embernél is fontosabb. És erre a kérdésre elég nagy arányban válaszoltak,
úgy a gazdák, hogy a kutya mindennél fontosabb számukra. És amikor megnéztem, hogy ki az, akinek gyereke van, akkor ez csak egy nagyon picit változott. A Google Trends lehetővé teszi, hogy bizonyos keresőszavakra keresünk. Hogyha a gyerekek szóra keresünk, akkor látunk egy csökkenést, 2004 óta körülbelül a felére esett a keresések száma, és a kutyák keresőszóra pedig éppen ellenkezőleg, tehát az 50%-ról kb. 100%-ra emelkedett. Mostani kutatásomban a társállatokkal foglalkozom kifejezetten. Egyrészt szeretném jobban körülírni, hogy a társállatok közül miért a kutya foglalja el ezt a kitüntetett szerepet. Másrészt arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a kutyákra hogyan hat az, hogy társként, sokan gyerekként kezelik őket, ez milyen problémákkal jár esetleg számukra, vagy milyen előnyökkel, és maguknál, az embereknél és a gazdáknál is ez milyen költséggel és milyen előnnyel jár. Hogyan befolyásolja például a gyerekvállalásukat, hogyan befolyásolja azt, hogy más emberekhez hogyan viszonyulnak, milyenek a társas kapcsolataik, és a mentális és a fizikai egészségüket.